Hány adag lett eladva? A birkapörkölt híres kunsági étel, amelynek karcagi főzési hagyománya 2009-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. A jó birkapörkölt az először is egy nagyon jó vágó birka kell. A birkapörkölt legyen jó erős csípés, tehát legyen jó testes. A fesztivál helyi főzőversenyből lett már a jeles gasztronómiai és egy kicsit társadalmi eseményé. Ennek az a jelentősége, hogy amikor a karcagiak leülnek, vagy itt a nagykunságiak leülnek, nagyobb társaságban, akkor birkapörköltet főznek. És saját maguk örömére, barátaik és a rokonaik örömére. A helyi gasztronómiai nevezetesség a karcagi kunok kapcsolatai révén ma már az országhatáron túl is ismert és elismert. Több olyan helyről érkeztek, ami országhatáron túl van. Részben ugye határon túli nemzetrészek, Székely, Keresztúr, Bácskosútfalva, tehát testvértelepüléseinkről érkeztek, de vannak itt azért távolabbi vidékről jöttek, és hát a igazi rokonaink, akikkel 7-800 évvel ezelőtt vesztettük el a fonalat. Kazasztánból itt van a nagykövetségnek a delegációja. Távol élő családtagok, egykori osztályközösségek is találkoznak ilyenkor. A karcagi birkafőző fesztivál az ország egyik legjelentősebb gasztronómiai hagyományőrző rendezvénye. Évente 10-20 ezer látogató is megfordul itt, és 200-300 birkát főznek meg igazán szakavatott szakácsok, akik a régi hagyományokat követik, azokat a recepteket, amelyeket még kunőseink valamikor régen Ázsiából hoztak magukkal. Az esemény az idén is nagy siker volt, a híres kunsági birkapörköltért a kánikulai hőség ellenére is sokan vállalták a sorbanállást.